Újra lövöldözés volt a magyar-szerb határnál a maghetesi erdőben. Rivális bevándorló csoportok tűztek össze, két embert lőcsebekkel vittek kórházba. Több órán keresztül ropogtak a fegyverek, a különleges erők is kivonultak, a helyiektől pedig azt kérték, hogy zárkózzanak be és ne menjenek utcára. A környéken élők azt mondják, bár szinte már mindennaposak a hasonló lövöldözések, de a mostani volt az egyik legsúlyosabb az elmúlt időszakban. Fegyverropogástól volt hangos a magyar határhoz közeli erdősáv szerb oldala. Ismét migránsbandák csaptak össze. Jelenleg is lőfegyverektől hangos a környék, a szerb rendőrök már megérkeztek a helyszínre, és próbálják elkapni az illegális bevándorlókat, akiknél több lőfegyver is van. A helyiek már évek óta panaszkodnak a folyamatos lövöldözésekre, de elmondásuk szerint a mai volt talán a legsúlyosabb. Napi szinten vannak összetűzések, de ez valami háborúhoz hasonlít. Ez a lakos éppen azért indult el az erdő szélén lakó barátját meglátogatni, mert meghallotta a fegyverropogást, és szerette volna tudni, biztonságban vannak-e. Azt mondta, 2-3 órán át tartott a lövöldözés. Gépfegyver, már egy 2-3 óra hosszája folyamatosan lövöldöznek. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, több az erdőbe vezető utat is lezártak, és drónnal térképezték fel a terepet. A környéken élőknek pedig azt tanácsolták, hogy zárkózzanak be és maradjanak otthon. Az egyik szerb lapnak a szabadkai rendőrkapitányságon elmondták, a migránsok közötti fegyveres leszámolásban két személy sérült meg. Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt, júliusban is volt egy nagyobb migráns leszámolás a maghetesi erdőben. Akkor egy migráns meghalt és hatan megsérültek a pakisztáni és afgán csoportok összetűzésében. A helyzet azóta sem javult, az embercsempész bandák továbbra is rendszeresen rendeznek egymás között fegyveres leszámolásokat. És órák óta a maghetesi erdőnél van tudósítónk. Dóró Ellen hozzákapcsolom most is. Szervusz Ellen, helyreállt már a rend a környéken? Jó estét kívánok, köszöntöm az M1 nézőit. Nos, szerencsére arról tudok beszámolni, hogy mintegy 15-20 perccel ezelőtt mentek el innen a rendőrök, tehát biztonságosnak mondható az erdőnek ezen szakasza, tehát Szabadka-Maghetes erdő szakasza. Azonban ez az erdős sáv szinte végig húzódik egészen Horgosig. Hogy tart-e még az erdő bizonyos részein a rendőrségi akció, arról pontos információim nincsenek, azonban a sérültek száma az növekedett. A hivatalos adatok szerint hárman kerültek kórházba, őket a szabadkai közkórházban kezelik lőtt sérülésekkel, és ezeknek a migránsoknak a holmiait most az előző percekben találtuk meg, itt az erdő mellett voltak eldobálva véres kabátok, illetve pulóverek, úgyhogy valóban nagyon veszélyes volt ez az összecsapás, és hát tényleg órákon keresztül tartott, ahogy azt a helyiek is elmondták, volt már korábban is, hogy éjszakánként lövöldöztek egymásra a migránsok, kilőttek egy-egy tárat, vagy pedig figyelmeztető lövések is ezek lehettek, de most órákon keresztül egymásra lőttek, és hát bizony a szerb rendőrségnek is közbe kellett avatkozni elég komolyan. Körbezárták az erdő felé vezető utakat, az összes utat, nem csak itt Szabadkán, hanem Palicsnál is. Mi várható majd éjszaka? Hogyan készülnek a hatóságok az éjszakára? Várhatók-e további incidensek? Nos, minden bizonnyal majd figyelni fogják az erdős szakaszokat továbbra is a rendőrök, mert ugye most minden bezöldült, úgyhogy elég könnyű elbújni a migránsoknak. Biztosan maradtak még olyanok, akik bujkálnak, és bizonyára fegyver is van náluk, úgyhogy a helyiek, akik itt laknak az erdős szakasz mellett, nagyon félnek, azt mondták, hogy be fogják zárni, mint ahogy minden este is bezárják a kapukat, ajtókat, kulcsra, de a ma délután az valóban elég szokatlan volt számukra is, hogy a rendőrök azt mondták nekik, hogy lehetőleg ne hagyják el az udvarukat, mert bárhonnan jöhetnek migránsok itt az erdős szakaszokon, és hát jöttek is, akik sérültek voltak, és itt látták el őket, ahol jelenleg mi is tartózkodunk. Dóró Ellennek köszönjük a jelentkezést!